Összintén megmondom, látott, láttátok, mindenki látszott, nagyon örültünk neki, nagyon boldogok voltunk, hiszen sikerült elérni a terveinket. Bulisztunk, szórakoztunk, és már akkor én elkezdtem gondolkozni rajta, hogy te jó Isten, azért ez sokkal több költségeket fog rúgni a vezetésben, és akkor kértem meg a kollégákat, a kolléganőket, akik segítettek egyik is, hogy hozzuk meg a feladatokat, és én hadszálljak ki, mint első számú vezető. Mi indokolta az új feladat megosztást? Már tavaly is nagyon gondolkoztam rajta, hiszen a csapatot még mikor átvettem, MB2-be játszott, és ahogy jutottunk följebb, egyre nagyobb volt a teher, a cégemnél is növekszik a cégnél a teendőim, és gyakorlatilag muszáj vagyok leadni a feladatokból. Most ez az első szám meg azért sok új feladatot hozott, tehát három csapatot kell indítanunk, más szervezettségi szinteket, biztonsági előírásokat kell biztosítani, és mindenképpen meg kell osztani a feladatokat. Reméljük, hogy azért kiesési problémák nem lesznek, anyagi problémáink reméljük, hogy nem lesznek, tehát az a pénzmennyiség, amely szükséges a M1-es működtetéshez, papíron megvan. Gyakorlatilag még nincsen elsőzőben, de papíron megvan. Én őszintén szoktam lenni, nem szoktam elő beszélni. Ha megkapjuk a TAOS támogatást, amit megkaphatunk, akkor nem lesz probléma. Ha nem tudjuk megkapni, akkor más irányba kell elmozdulnunk. Minden esetre annyi fejlődés már van, hogy az önkormányzat azért 30 millió forintos támogatást adott a tavalyi 3 millióhoz képest, tehát ő 10-szeresen B1-es hozzájárulás biztosít a számunkra. Rendezette a csapat anyagi háttere? A csapat anyagi háttere papíron megvan, zsebben még nincs a pénz. Örvendetes számunkra az, hogy az önkormányzat pozitívan állt hozzám mindenképpen, tehát ígéretet kaptunk tőlük, már pénzt is kaptunk, de még mindig hiányzik egy 30 millió forintnyi pénz hiányzik, és ezt mindenképpen be kell szednünk valahogyan, mert sajnos ezt már én sem bírom tovább egyedül finanszírozni. Csak addig gyógyózkodunk, ameddig a takaró jön. Eddig is mindent mi napra pontosan kifizettünk, és ezután is olyan költségvetéssel dolgozunk, amiben ezt a részét tudjuk teljesíteni. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy kiszélesedett az utánpótlás bázis, mi nem csak palackővárosi utánpótlásra, de nagy részt nyilván a helyi részre, de a régióban lévő játékosokra, utánpótlás játékosokra támaszkodva állítjuk föl az utánpótlásokat, hogy későbbiek folyamán minél több gyerek tudjon kézilabdázni. Ennek érdekében gyakorlatilag a ifjúsági válogatott másodjegyzőjét, Konyik Zsoltot hoztuk Balmazújvárosra, aki utánpótlás szabályvezetői feladatot ellátja. Ő ezt a munkát már elvégezte gyakorlatilag Borosháron és Csurgón is, tehát ennek a felépítésében ő már úgy gondolom, hogy elég profi tud gondolkozni, és ezt már ellátta. A felnőtt csapat vezetőedzője Füzesi Ferenc marad, hisz vele az előző időszakban már úgy alakultunk, amit eleve 2 éves szerződése volt, tehát ez nem egy új dolog, és úgy gondolom, hogy azt, amit ő elvállalt, amit kimondott, célként kitűztünk, azt teljesítette is. Mik a csapat új céljai? Hát a csapatunk célja teljesen egyértelmű, elhangzott itt a sajtótájékoztató alatt is, egy olyan csapatot szeretnénk összeállítani, illetve úgy szeretnénk játszani, hogy magabiztosan maradjunk benne az NB1-be. Ebben a pillanatban ennél komolyabb célunk nem lehet. Az igazolásnál mi volt az elsődleges szempont?
A legfontosabb az volt, hogy a csapatnak a támadó szekcióját frissítsük, ezért három átlövőt szerződtettünk, hiszen az elmúlt év is bizonyította, hogy a szélső posztokon, illetve a kapuban magabiztosak vagyunk, kiegyensúlyozott teljesítményt tudunk hozni, illetve szükség volt a vérfrissítésre is, és ezzel a három igazolással én azt gondolom igazán nagyon jót húztunk. Három olyan játékost tudtunk szerződtetni, akik megerősítik az átlövő posztjainkat. Emlékszünk a tavalyi sérülésekre, és most lesz-e elegendő hosszúságú kispadunk? Én azt gondolom, hogy igen, a három játékos is ezt mutatja, az újak, illetve az utánpótlásba szerződtetünk olyan játékosokat, illetve pontosabban fogalmazok, tárgyalunk olyan játékosokról a klubjaikkal, akiket kölcsön fogunk venni, fiatal, junior, válogatott játékosok, akik adott esetben tudják majd segíteni a felnőtt csapatot is. De ezzel együtt én azt remélem, hogy az a súlyos sérülési hullám, ami az elmúlt évben végigkísérte a csapatunkat, az most nem fog bekövetkezni, mert az nagyon nagy balszerencse volt a múlt évben, ezt be kell vallani. Sajnos a kézlabda szövetség azért nem vagyok benne biztos, hogy teljes mértékben komolyan elmondott lesz az idei évi versenyeztetést. Egyrészt azért, hogy pár nappal ezelőtt tudtuk meg a végéges versenykírás. Mindenki tudja a húzavonás, 14 csapat. Lesz fúzió, nem lesz fúzió. Szóval végül bejelentették, 11 csapat lesz. 10 nappal előbbre hozták a bajnokság kezdetét, lesz elegendő idő a felkészülésre? Lesz mindenképpen, bár mindenkit meglepett ez, hogy előre hozták a kezdést, hiszen ez nem volt normális az elmúlt években, de azt gondolom, hogy egy kicsit sűrítve a programot, megfelelően fel tudunk készülni. Ez a játékosok szempontjából egy kicsit rossz is, hiszen az edzések intenzitása, illetve az edzőmérkőzések nagyon sűrű mennek egymás után, de jó is, mert a komoly fizikai felkészülés az lerövidült, illetve nagyon gyorsan eljutunk odáig, hogy már tétre kell játszani, és aztán nem mondják meg a kézilabdázást. A tavalyi évben nagyon sok olyan személy dolgozott a csapat hátterénél, akiknek tényleg sokkal tartozunk és sokat köszönhetünk nekik, viszont én azt tapasztaltam, hogy ugye azért egy NB1-es csapatnál nagyobb szervezettségnek kell lennie, ugye olyan személyeknek kell dolgozni a háttérben, akik napról napra pontosan tudnak a csapatról információkat, időben van közölve akár a várossal, akár országos szinten bármilyen NB1-es mérkőzésünk. A csapatnak kell egy arcolatot építeni, és ugye erre konkrétan egy olyan személy nem volt kinevezve, akit ezzel a feladattal el tudjanak látni. És ekkor került szóba az, hogy ugye én már játszottam az NB1-be, és hogy nagyjából van rálátásom, hogy mivel jár egy NB1-es csapatlövői tevékenység. Ugye a jövőben én a protokollális feladatokat fogom ellátni. Hogyan érzed magad az új feladatkörben? Köszönöm kérdésedet. Egyelőre úgy néz ki, hogy jól, ugyanis ugye én rendelkezem egy 16 éves NB1-es játékosi múlttal, és nagyjából volt rálátásom, hogy egy NB1-es csapatnál milyen feladatok vannak, és milyen teendők a háttérmenedzsmentben. Megmondom őszintén, egyelőre jól érzem magam, van mit csinálni a tavalyi évhez képest, de ugye azt szokták mondani, hogy kihívás nélkül nincs siker, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek a feladatnak is nagy lendülettel vágok neki, és megpróbálom megoldani, ami rám vár feladat. Itt szeretném megjegyezni, hogy ha lehet ezt televízión kerül, vagy valahol, hogy tájékoztatni a balmazújvárosi vállalkozókat, hogy segítsenek már, hiszen azért ez nem egy egyszerű esemény, hogy itt első osztályban játszik egy csapat, és az egész országot képviseljük, akár kikerülhetünk nemzetközi porondra is. Én nem hiszem, hogy ez a város nem bír ennyi pénzt dobni.